Az áprilisi fagyok a heves-megyei gyümölcsösöket sem kímélik. A legnagyobb károk a megye északi területein voltak, ott is leginkább a fagyzugosabb völgyek gyümölcsöseiben. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara heves-megyei elnöke arról számolt be, hogy a gazdák a milliósra becsült károkat kénytelenek lesznek beépíteni az árakba, ezért idén vélhetően drágulásra lehet majd számítani az üzletek polcain. A leginkább kárt szenvedett gyümölcsfajta a barack, aminek jelentős része elfogyott az elmúlt hetek lehűlései miatt. A termelők egy része arra panaszkodik, hogy mivel a fagy elleni védekezés költségei egy több hektáros gyümölcsös esetében rendkívül magasak, ezért az elhúzódó hideg időben nem éri meg sem pénzt, sem energiát befektetni a munkálatokba, ezért jobbára a szerencsében és a melegebb idő gyors visszatérésében bíznak. Több probléma is merült föl gyakorlatilag most az agráriumban. Az egyik a fagykár, a másik a szárazság. A fagykár az elmúlt hetekben 5 napot sújtotta gyakorlatilag Heves megyét és itt a környéket. Főleg az észak-hevesi régióban, ott is a fagyzugos területeken -5 fok alá ült a hőmérséklet. Gyakorlatilag ez a hőmérséklet már az elindult növényekre igen komoly hatást gyakorol. Tehát hála jó Istennek, hogy a repce és az őszi búza kultúrnövényeket nem teszi tönkre ez az időjárás, de a tavaszi növényeket, azon belül is főleg a gyümölcsösöket, a csonthéjas gyümölcsösök nagyon nagy károkat szenvedtek. Van, ahol 70-80%-os, de van, ahol majdnem 100%-os kárt szenvedett ez a gyümölcsös. Ebben a maklári gyümölcsösben már Apostol Tamás vállalkozó kalauzol el bennünket, aki nincs túlságosan elragadtatva a látványtól. A mi védekezésünk a szaktanácsadókkal konzultálva, mivel egy ekkora felületről beszélünk, egyelőre egy 3 permetezést takart, amiben különböző aminósavakat és mikroelem bombákkal támogattuk a rügyeket, hogy jobban bírják a fagyot. Hát majd ez kiderül, hogy ez sikerült-e valamit. Lehetne nagyobb kertek, vagy akinek olyan külföldi piaci lehetőségei vannak, hogy olyan drágán tud értékesíteni, ők bevethetik a gyertyát. Itt most állunk 12 hektáron, ebből 3 hektár új telepítés, tehát hogyha én 9 hektárra szerettem volna gyertyát vásárolni, egy gyertya jelenleg, ez egy parafin gyertya, ezt egy 5 kilós vödörnek kell elképzelni, 10 euró, ebből 400 darab kell egy hektárra, tehát így már 1 hektár 1 millió fölött van a védekezés bőven, és ez a 1 hetes hideg alatt ezekből 2 nap alatt elégett volna egy garnitúra gyertya. Tehát itt ebbe a kertbe 15-20 millió forintot el tudtunk volna költeni egy hét alatt, és még mindig nem biztos az, hogy megvédtük, és még a jégeső szezon most kezdődik, tehát úgy mondom ezt nektek, hogy 19-re lapra húzás, vagy inkább ezt a pénzt kaszinóba vittem volna, lehet nagyobb eséllyel nyerek, mint ha barackosomra költöm. Lehet látni, hogy a rügyek nagy része, tehát hogy ez alapvetően nem így kellene, hogy kinézzen. Így végig sodorjuk és esnek lefelé, de megmutatok olyat, ami mégis megmaradt, tehát itt van már a kis barack, megpróbálom róla lehúzni, tehát ő már itt egy barack, meg itt is, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ezen a fán fürtökben lógott a virág, de még jövő héten jöhet újra a feketeleves, mert kétszerda magasságában -3-at mond, a körték, almák teljes virágzásban lesznek jövő héten. Óriási virágzás van ott is, bízunk benne, hogy ez csak egy kisebb talajmenti fagy lesz. A füstölésre visszatérve, és más lehetőségek is vannak arra, hogy megakadályozzuk ezt, hogy lefagyjon a termésünk. Mindegyik nagyon drága, vagy olyan erőket kellene bevetni éjszaka az embereimnek, hogy szinte a nappali munkánk teljesen megállna. A füstölés pedig nem tudom, én kiváltom egy rozéfröccsel este, mert semmi értelme nincs nálunk legalábbis.